Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt ezen a képen látható egy hölgy, aki szimbolizálja az időt. Ez most a fő téma. Eljött annak az ideje, hogy rendezd a dolgokat, vagy neki kellene rendezni az ő dolgait, vagy itt az idő egy új kezdetre. Hogy miről van szó, milyenek az események, erre utalnak most a következő kártyák. Itt látható egy kapu, ami kinyílik számodra, vagy számotokra, ezek a lehetőségek. Itt kivirágzik valami, lesz egy jó fordulat. Ez a park jelenti azt is, hogy megvan a nyilvánosság, az elismerés, vagy találkoztok a nyilvánosságon. Itt lesz egy hír, lesz egy levél, itt van ennek az ideje. Azt is jelentheti, hogy neked kellene írni, vedd fel vele a kapcsolatot, hiszen itt kinyílik egy kapu, ezek a lehetőségek. Ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre is. Itt megvannak a barátságok, a kapcsolatok, de ez a kutya utalhat a hűségre is. Eddig voltak még nehézségek, hiszen benne voltatok ebben a toronyban, ami jelentheti a korlátozásokat, vagy a félelmeket, ki kellene lépni ebből a toronyból, mert ez olyan, mint egy labirintus, kell egy kiút, kell egy lehetőség, és ennek itt van most az ideje. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat is, vagy egy bírósági ügyet. Itt látható, hogy lesz egy hír, de jól fognak alakulni a dolgok, hiszen barátságosak, kinyílik ez a szép kapu, a lehetőségek, hogy javul a helyzet. Itt anyagiakról van szó, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Persze a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy fordítva, és itt lesz egy kapcsolat, egy jó hír. Ez a ház jelentheti a te otthonodat, vagy az ő otthonát, vagy egy közös otthon tervezését, ennek a vételét, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat is. Ez a ház utalhat a szülői házra, a családra, ez a torony lehet egy bírósági ügy, például egy örökösödési ügy, és itt pénzről van szó. Vagy egy ház eladásáról is lehet szó, vagy egy ház vételéről. Itt lesz változás, és mivel látható a négy levelű lóhere, ez lesz egy szerencsés fordulat, hiszen itt kinyílik egy új kapu, új lehetőséget, kivirágzik minden, és itt látható a változás, a könnyűség, a kommunikáció, a változások, és itt van ennek az ideje most, hogy javuljon a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!